A város híreivel, eseményeivel a Pécs TV híradóját látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm nézőinket. Számos értékes tapasztalattal és számtalan kellemes emlékkel térnek haza Pécs testvérvárosainak képviselői. A küldöttségek vezetői ma ünnepélyesen aláírták azt a záró nyilatkozatot, mely a jövőbeni együttműködést szentesíti. A dokumentum, melyet valamennyi delegáció vezetője aláírt, megerősíti Pécs testvérvárosainak abbéli szándékát, hogy támogatják az Európai Unió bővítését úgy, hogy a polgárok aktív részesei lehessenek az európai folyamatoknak. A szándéknyilatkozat többek között kitér az uniós pályázatok közös kidolgozására, valamint egy virtuális iroda kiépítésére is. A háromnapos konferenciát valamennyi résztvevő hasznosnak ítélte, és a delegációk képviselői a mielőbbi viszontlátás reményében búcsúztak egymástól. Pécs és Fellbach kapcsolata már 15 éves múltra tekint vissza. Nagyon örülök, hogy létrejöhetett ez a találkozó, hiszen Pécs fölismerte azt, hogy Európa valóban közös, és a városok szerepe óriási abban, hogy a polgárokat összehozza, és így törekedjen az unió egységességére. Ez a tanácskozás nagy jelentőségű volt a résztvevő városok szempontjából. Olyan komoly dokumentumot állítottunk össze, amelyben megfogalmazzuk azokat az igényeket, amelyek felmerülnek a közös Európa kialakításakor. Találkoztunk, tapasztalatot cseréltünk, sok újat hallottunk, és remélem, hogy ennek jövője is lesz, mert közösen fellépve az Európai Unió felé azokkal az országokkal, akik már az Unióban bent vannak, reméljük, hogy sok segítséget kapunk, és megtanítanak minket is sok olyanra, hogy könnyebben belépjük az Európai Unióba. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a három nap alatt. Ez volt az első ilyen jellegű találkozó, amin részt veszek. Pécs és Sliven között a kultúra, valamint az oktatás területén kellene fejleszteni az együttműködést, nem beszélve az uniós csatlakozásra való felkészülésről. Megbeszéltük jövőbeli terveinket, hogy közösen minél sikeresebben tudjuk az EU csatlakozás elvárásait teljesíteni. Viszontlátásra, Fellbachban! Nagyon hasznos volt ez a találkozó, hiszen rengeteg új lehetőség nyílt meg előttünk. Itt egy testvérvárosi hálózat kiépülésére gondolok. Csodálatos volt megismerni az egyes delegációk véleményét, és remélem az együtt gondolkodás és a közös munka meghozza a gyümölcsét az egységes Európa képében. Mint azt Kerényi János alpolgármester megfogalmazta, a háromnapos konferencia kitűnő alkalom volt arra, hogy ne csak a testvérek, hanem az unokatestvérek is találkozhassanak. És ahogy Fellbach polgármestere beszédében kijelentette, a barátunk barátja a mi barátunk is, és valahol ezt jelenti az egységes Európa fogalma is. Ruhaneműket, iskolaszereket és háztartási eszközöket juttat el a Parti Galéria Kárpátaljára, Fekete Ardó községbe. A galéria küldöttsége idén márciusban már járt az árvíz sújtotta településen. Akkor élelmiszerrel segítették a bajba jutott kárpátaljai magyarokat. Első látogatásukkor merült fel annak a gondolata, hogy további adományokkal könnyítsék meg a magyar lakta település lakóinak életét. Mostani akciójukat is nagyon sokan támogatták, így remélhetőleg ezúttal is sikerül majd örömteli perceket szerezni a június 29-i átadás alkalmával. Az évad utolsó közgyűlésén a testület foglalkozott a Fáy András úti lakótelkek értékesítésére kiírt pályázattal is. Rövid híreinkben beszámolunk arról is, hogy a nyári szünet idején a Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság gyakorolja a közgyűlés hatáskörét. A város közgyűlése pályázati értékesítési formában 58 Fáy András utcai közművesített lakótelket hirdetett meg. A telkeken átriumházépítés, sorházas, illetve kistársasházépítés valósítható meg. Azon magánszemélyek pályázhattak, akik Pécset önkormányzati bérlakás bérleti jogával, illetve lakástulajdonnal rendelkeznek, és vállalták, hogy a lakótelken épített lakás használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedését követő egy éven belül lakásukat eladják, a bérlakást pedig visszaadják az önkormányzatnak. A közgyűlés június 21-én elbírálta a pályázatokat. A határidő lezárultáig 32 pályázat érkezett. Ebből 17 a 15 átriumházra, 15 pedig a 25 sorházra érkezett. Kistársasházra nem érkezett pályázat, ezek építési telkét a közgyűlés, a belügyminisztériumi, elsősorban a rendőrségi dolgozók részére ajánlotta fel, akik önerőből építhetnek majd.
A fennmaradó 10 sorházi lakás beépítésére új pályázatot írtak ki, melynek beadási határidejét július 31-ére módosították. A közgyűlés múlt csütörtökön, június 21-én tartotta 2000-2001. Évi ülésszakának utolsó ülését, július 1-től augusztus 31-ig nyári szünetet tart. Ebben az időszakban a bevett gyakorlatnak megfelelően munkáját korlátozott hatáskörrel a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság látja el. A bizottság a költségvetési tartalékok feletti rendelkezés, illetve az előirányzatok átcsoportosításának jogát gyakorolhatja, a város vagyonát érintő kérdésekben azonban nem járhat el, kivéve azon tulajdonosi nyilatkozatokat, amelyek az önkormányzatot érintő jelzálogjogra, a bérlakások bérlő kijelölésére, illetve az önkormányzati tulajdonú helységek bérleti díj nélküli hasznosítására vonatkoznak. Az eddigi tapasztalatok alapján a nyári üléseken olyan ügyek kerülnek napirendre, amelyekben való érdemi döntés elmulasztása a város működőképességét veszélyeztetni. Július 1-től 9,8%-kal kell többet fizetniük a melegért a távfűtéses lakásban élőknek, és változik a számla végösszegét adó alapdíj és hődíj arány is. A távfűtésért fizetendő számla végösszegét két tétel, az alapdíj és a mérés szerinti hődíj adja. Arányuk eddig 42% és 58% volt, ez most 50-50%-ra módosul. Nem kell ettől megijedni, ez egy elméleti szám, ugyanolyan elméleti szám, mint amikor fajlagosokról beszélünk. Mindig az adott társasház, aki már áttért a mérésre, az ő működése, az ő helyi szokása, az ő által kialakított és felénk igényelt fűtési mód dönti el azt, hogy valójában önnek éves szinten az alapdíj hődíj költségei hogy is alakulnak. Mi mindenképpen arra törekedtünk, hogy ez az arány olyan legyen, hogy mindenképpen kedvező lehetőséget nyújtson számukra a hőmegtakarítás, költségmegtakarítás irányában. A távfűtővállalat tájékoztatása szerint az arányszám módosítását az indokolja, hogy a gazdasági minisztérium jelentősen megemelte az alapdíjat adó erőműi termelői árakat. A mostani 9,8%-os díjemelés egy általándíjas lakás tulajdonosának havi átlag 800 forintos plusz kiadást jelent, míg a mérés szerinti elszámolás esetén ez az összeg 600 forint lakásonként. Jó hír azonban, hogy a tavaly kötött szindikátusi szerződés alapján jövő nyárig nem kell újabb távhődíjemeléssel számolni. Az UNESCO ház őszre nyitásra kész lehet. A tavaly nyáron kezdett felújítási munkákból már csak a tetőszerkezet javítása maradt. Az átadás tervek szerint összehangolják a világörökségi oklevél átvételével is. UNESCO ház készül Pécsett. A felújításra szánt pénzt a nemzetközi szervezet egyik díjából teremtették elő. A város jó két évvel ezelőtt elnyerte az UNESCO békedíjat, és ez az összeg, ez egy akkora összeg volt, amit nagyon szétosztogatni nem volt értelme a városnak elaprózni, mert nem egy akkora összeg. Akkor merült fel az ötlet, hogy esetleg létre kellene hozni valami új intézményt, illetve valami meglévő intézményre rátelepíteni valami más funkciót. A díj összege 5 millió forint volt, a felújítási munkák azonban nem kezdődhettek meg azonnal. Az épület ugyanis műemlék, így a felújítást is ennek megfelelően kellett elvégezni. Tavaly nyáron sikerült végül is minden engedélyt beszerezni ahhoz, hogy elkezdődhessen a felújítás, illetve a megfelelő kivitelezőt megtalálni. Tavaly nyáron kezdték el a felújítást. Ezeknél a régi épületeknél mindig problémák is adódnak, természetesen itt is, úgyhogy többszöri határidő módosítás után ez év februárjában készülhetett át, akkor volt a hivatalos műszaki átadás az épületnek. Az áremelések miatt a tető felújítását nem tudták a pénzből fedezni, erre a város most tud csak biztosítani fedezetet. A belső átalakítás azonban kész, így ősztől talán már működhet az UNESCO ház Pécsett, amely helyet biztosít majd a város nemzetiségi szervezeteinek és segítséget nyújt a turistáknak a világörökség pécsi vonatkozásaival kapcsolatban. Tegnap volt a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja. Az ENSZ határozata alapján ezen a napon szerte a világban 1988 óta hívják fel a figyelmet a kábítószer veszélyeire, a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Magyarországon immár negyedszer rendeztek programokat e cél érdekében. Pécsett az Uránia moziban volt a drogellenes nap. A Baranya megyei drogambulancia és az Uránia mozi összefogásával június 26-án lezajlott programon az érdeklődők többek között meghallgathatták a komlói Leo Amici alapítvány koncertjét, belekóstolhattak a teák világába és Drogpiramis címmel irodalmi összeállítást hallhattak kábítószeres szövegekből. Az ötlet onnan jött, hogy
A Személyec Jánossal mi már közösen dolgozunk fél éve egy filmklubon, ami egy középiskolás filmklub. Innen jött az ötlet, hogy ugye ma van a világnap, hogy akkor csináljunk egy ilyen közös együttlétet. Olyan embereket várunk ide, akik természetesen nyitottak erre a dologra, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nagy közösség és a közönség elé kerüljön a drog, mint probléma, és hogy lehessen ezt felvállalni. A drogellenes nap az azért nyilván azoknak szól elsősorban, akik nem próbálják, és reményeink szerint nem is próbálják meg egyáltalán életük során a kábítószereket, de hát természetesen a műsorok, az irodalmi összeállítás, ezek arról is szólnak, hogyha valaki megkóstolja, és tetszik, vagy nem tetszik, akkor hogyan tud ez tovább menni. Azok, akik nem igazán ismerik a drogosok életét, ezt az egész kezelési területet, jól beleláthatnak egy ilyen életmódba, és nem lesz olyan idegen az embereknek számára. A Névtelen Anyagosok Önsegítő Csoportja nyitott ülést tartott a rendezvényen. Kábítószerfüggő vagyok, mai napig. 10 évig fogyasztottam kokaint, heroint, és most 201 napja vagyok tiszta. Olyat soha nem mondanék senkinek, hogy ne csináld, vagy csináld. Ez nem az én feladatom, ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Csak az életemet tudom elmondani, hogy ez az egész hova vezetett, az anyagozás hova juttatott. Az eseményre vendégként érkezett Gróf Balázs, Flinter alkotója, és Lovasi András, a Kispál és a Borzfront embere. Az embert ismerősök hívják meg, tehát mondjuk a Saca, és akkor azt mondja, jó van, hát voltam már itt egyszer ingyen moziba, akkor eljövök ma. Furcsa szituáció, hogy az ember talált a természetben olyan vegyi anyagokat, ami alkalmas arra, hogy magát más szituációkba hozza. A szervezők remélik, hogy az összefogásból sikerül a jövőben hagyományt teremteni. A város híreivel, eseményeivel a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk. Maradjanak velünk! Éjszaka kissé felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Hajnalban 15-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd kora estétől megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban még nem várható. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet napközben 27-30 fokig emelkedik.